Bár ma reggelit kaptak a kerékpárral érkezők, de a szülők és a gyerekek ebbe az óvodába is, más napokon is így érkeznek. Egy bringás reggelivel várják a szervezők, az óvónők a kerékpárral érkező óvodásokat, vagy kerékpárral érkező szülőket, hiszen azért nyilvánvalóan a kerékpárral érkező óvodásokat általában kerékpárral kísérik a szülők is. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos akcióról van szó, és nem véletlen vagyunk ezen az úttesten, hiszen ugye megújultak Karcza kerékpáros útjai nagyon sok helyen, és nagyon sok helyen úgynevezett kerékpáros sáv került kijelölésre, mint ahogy ez itt a Táncsics körúti óvodánál, óvodáknál is történt. Ugye ennek a kerékpáros útnak, illetve a kerékpáros sávnak a szabályos használata azt gondolom, hogy fokozott figyelmet igényel a kerékpárosok részéről, és természetesen az autósok részéről is. A cél az, hogy minél többen használják, szabályosan használják ezeket a kerékpáros úttesteket, legyen az kerékpárút vagy felfestett kerékpáros sáv, hiszen mindannyiunk érdeke az, hogy azokat a szabályokat, amelyek ennek a használatához szükségesek, maradéktalanul betartsa mindenki, és abban nőjön föl, hogy ezeket hogy kell szabályosan használni. Tehát meggyőződésem az, hogy már egészen kiskortól szükséges a megfelelő szabályok betartását gyakorolni. Naponta több százan kerekeznek a városban munkába, iskolába, annak ellenére, hogy egyre több autó van Karcagon. Karcagon azt vettük észre, hogy egyre több autó van forgalomba, de hál' Istennek megnyugtató az, hogy nagyon sok kerékpár maradt, és nagyon sokan használják is a kerékpárt. Ugye ezért is kellett ezeket a kerékpárutakat felújítani, illetve olyan helyeken is építeni, kijelölni, ahol eddig nem voltak. Egyre többen használják, hál' Istennek, a kerékpárt, és azt veszem észre, hogy egyre szívesebben is használják, hiszen sokkal gyorsabban el lehet jutni néha egyik pontból a másikba kerékpárral, mint autóval. De mondom, mindenképpen szükséges az, hogy a megfelelő szabályok, legyen az kerékpáros, legyen az autóvezető, betartásra kerüljenek. A KRESZ megtanulását, a szabályos közlekedést már kiskorban el kell kezdeni. Erre jó alkalom a mobilitási héthez kapcsolódó kerékpáros verseny is, gyerekeknek, szülőknek, de az önkormányzat kiadvánnyal is segítette ezt. A szabályok betartása nagyon fontos. Ha valaki abban nő föl, és nyilvánvalóan erre szolgálnak azok az akciók, így a mai akció is, de aki figyelte a kerékpárút építésének a folyamatát, az többször is találkozott olyan akcióval, kiadvánnyal, amely a szabályokra hívja fel a figyelmet. Biztos vagyok abban, hogy azok a gyerekek, óvodások, általános iskolások, hiszen volt már általános iskolásoknak is képzés, tehát azok az óvodások, általános iskolások, alsó tagozatosok, akik megfelelő időben elkezdték gyakorolni és odafigyeltek ezeknek a szabályoknak a megismerésére, betartására, azok felnőtt fejjel is be fogják tartani ezeket a szabályokat. És van egy érdekes dolog, a gyerekek, most már ott tartunk, hogy néha a gyerekek hívják fel a figyelmet, az idősebbek, a szülők, a nagyszülők figyelmét arra, hogy hogyan is kell közlekedni szabályosan kerékpárral.